Sziasztok! A mai videóban padlizsánt teszek el térire. A recept nem tartalmaz tartósítószert, és dunsztolni sem kell. Fermentálással fogom tartósítani, ami fantasztikus ízvilágot ad a padlizsánnak. Itt vannak a padlizsánok. Tetszés szerint lehet választani, hogy milyenből szeretnéd elkészíteni. Lehet lilapadlizsámból készíteni, de nekem van fehér padlizsánom is. Ennek nincs intenzív padlizsán íze, sokkal lágyabb, ugyanúgy, mint ez a zöld, hosszú fajta. Ezeket kimondottan szeretem savanyítani. A padlizsánokat megmosom. Érdemes olyan padlizsánt használni, ami zsenge, mert annak kevés magja van. A padlizsán száras végét levágom, majd a másik végét is. Ezt követően félbevágom, majd a felet is újra elvágom. Ezután kis kockákra darabolom a padlizsánt. Ebbe egy picit már sok a mag, de attól még jó üvegbe tenni. Ha te kesernyésnek érzed a padlizsánt, akkor be lehet picit sózni, és miután levet engedett átmosni. Barátaim szokták mondani, hogy szerintük a padlizsán alapból egy kesernyi és szerintem nem, így én nem szoktam lesózni. A padlizsánt lehet szeletekre, hasábokra, kockákra, vagy cikkelyekre is vágni. A padlizsánhoz ezt követően elkészítem a felöntő levet. Egy liter vízhez adok 25 g sót, és ezt összekeverem. Egy tisztára mosott befőttes üvegbe teszek egy kis kanál koriandermagot, kiskanál mustármagot, kettő-három szem borókabogyót. Az üvegbe beleteszem a padlizsánokat. Igyekszem úgy pakolni őket, hogy minél több padlizsán kerüljön az üvegbe. Mikor ezzel készen vagyok, akkor ráöntöm a felöntő majd lezárom az üveget. Szükség esetén használok leszorítót. Erre azért van szükség, hogy a padlizsán lé alatt maradjon, mivel ha kijön a léből, könnyen meg tud romlani. Fontos, hogy olyan üvegtetőt használj, ami nem sérült és jól zár, különben tönkre mehet a padlizsán. Az üvegeket pár napra egy tálcára teszem. A tálcát tartod a konyhapulton, vagy akár a kamrában is. A tálcára azért van szükség, mert az első pár napban a kupak alól csordogálhat némi lé. Amikor ez abban marad és a forrás lecsendesedik, akkor az üvegek mehetnek a kamrába. Ez hőmérséklettől függően lehet egy, de akár kettő hét is. Innentől kezdve fogyasztható, hogy az üveg áttörölgetése után mehet is a kamrába. Minél később lesz felbontva, annál puhább lesz a padlizsán, és annál jobban savanyú lesz az íze. Felbontás után hűtőben kell tárolni. A padlizsán fogyasztható savanyúságként, de szoktam belőle krémet is készíteni. Ilyenkor a levét leszűröm, a padlizsánt összetörmixolom, majd majonézzel elkeverem, és ez így nagyon finom kenyérre kenve. A levét akár meg is lehet inni, mert annak is nagyon kellemes íze van. Ti szoktatok így készíteni? Köszi, a megírjátok! További szép napot! Sziasztok!